Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit április 5-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak a Fehérvár katonái című film alkotóival, Váci Márkkal és Fülöp Zsolttal, majd ellátogatunk az Ugoriben most jótékonysági estre. Tartsanak velünk! Bemutatták Székesfehérvár új ismeretterjesztő filmjét, amely a város történelmi alakjainak állít emléket. A Fehérvár katonái az államalapítástól napjainkig című film elkészítését a Vatai Ferenc Bajtársi Egyesület kezdeményezte, és Váci Márk történész kutatásai alapján forgatták. Nos, kedves nézőink, ahogy ígértem önöknek, a Paletta magazin fő sodrában ma az új film lesz, amelyet nemrégiben mutattak be, Fehérvár katonái az államalapítástól napjainkig. Vendégem pedig az alkotók, először is Fülöp Zsolt és Váci Márk. Azt hiszem, hogy egy fantasztikus csapat jött össze. A harmadik, aki egyébként megszólalt nálunk, az pedig Sramek Nándor, a rendező, 3D-s animátor. Mielőtt belefognánk, hogy hogy készült ez a film, honnét jött a gondolat, hogy sikerült a megvalósítás, addig először nézzük meg, hogy mit mondott Sramek Nándor nekünk erről. Remek alkotás született. Én azt gondolom, hogy a magyar katonaság helyzete megkívánja, hogy emlékezzünk, és ez nem múltban révedezés, sokkal több annál. Honnét jött a gondolat, és hogyan sikerült megvalósítani? Melyek azok a kulisszatitkok, amelyeket erről a filmről elmondanál nekünk? Hát először is köszöntöm a Fehérvár TV nézőit. Nagyon örültem ennek a felkérésnek. Nagyon különleges dolognak tartom az ilyen jellegű bemutatókat, illetve hogy a Fehérvár katonáit így a távoli történelmi vonatkozásban feldolgozzuk, ez egy nagyon érdekes dolog volt. A Vattai Ferenc Bajtárs Egyesülettől jött a felkérés, és Fülöp Zsolt barátomon keresztül szerencsére én is benne lehettem ebben a dologban. Próbáltuk már az elejétől kezdve egy kicsit más megközelítésbe helyezni a dolgot, és ugye illusztrációk, fotók, illetve egy-két kivételtől eltekintve filmek álltak rendelkezésünkre az egész történet feldolgozásához. Így valami különlegesebb dologhoz szerettünk volna nyúlni, nem csak egy egyszerű slideshow vagy bejátszások útján szerettük volna megmutatni ezt a különleges dolgot, hanem rögtön jött egy olyan ötlet, hogy mi lenne, hogyha egy picit a néző szemszögéből, mint egyfajta tárlat vezetés az, amin részt venne a néző. És hát ezért nyúltunk ugye 2D technikán túl a 3D technológiához, és egy olyan szoftverrel dolgoztunk, amivel ilyen videó játékokat is készítenek. Ebbe a környezetbe tudtunk kicsit így a fotókból is editálással egy picit a 3D-s technika fele is nyúlni. Ugye 3D modelljeink nem nagyon voltak, az egy egészen komoly projekt lett volna, ha még ahhoz is nyúlunk, de egészen szépen meg tudtuk mutatni a kettődimenziós anyagokból is, hogy hogyan néz neki mondjuk egy múzeumban ez az egész Fehérvár katonái a történelmi vonatkozásban. Különleges volt azért is, mert hogy a látványvilágot próbáltuk egy kicsit másképpen megközelíteni. Szerintem egészen jól sikerült. A másik része pedig az, hogy én már nagyon régen tanultam ezekről a dolgokról, sőt, hát ilyen részleteiben ilyen célzottan még egyáltalán nem, úgyhogy egy nagyon érdekes dolog volt feleleveníteni ezeket a dolgokat, illetve olyan információkhoz hozzájutni, amit egyébként bár Fehérvár közeliként ezekről alapvetően nem is tudtam. Úgyhogy
Úgyhogy egy szép dolog volt, egy szép munka, és hát remélhetőleg a végeredmény is azt mutatja majd, amit mi munkát, illetve az érzéseinket, gondolatainkat beletettünk. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, viszont nyilván nehézséget okozott, hogy el kellett indulni Géza fejedelemtől, hogy megérkezzünk Benkő Tiborig. Azt hiszem, ezek különleges történelmi korok, különböző személyiségek, és nagy kihívás lehetett ezt így megoldani, ahogy ez most ebben a nagyszerű filmben sikerült. Igen. Hát az alkotó gárda nagyon komoly kutató munkát végzett, hogy mindezt a sok információt és hát, feltehetőleg hiteles történelmi forrásokból összeszedjük, és tényleg hűen mutassuk be, hogy is nézett ki ez így a történelemben. Nagyon sok számítógép előttülés, illetve ötletelgetés, gondolkodás, nagyon sok editálás volt. Az aminek a végeredménye képpen összejött ez a több mint 30 perces film. És hát azt hiszem, hogyha az ember megnézi ezt, és egy kicsit elgondolkodik azon, hogy valójában tényleg a Magyarország 1000 éves történelmét meghatározták ezek az emberek, ezek a katonák, akik hát legtöbbször az életüket adták, illetve a halálukkal adóztak a Magyarország történelmének, illetve a magyar emberek biztonságának és jó életének az oltárán. Hát mondom, tényleg úgy tudok csak beszélni erről, hogy ez egy különleges alkalom volt, és egy különleges felkérés, aminek örömmel tettem eleget. Most, kedves nézőink, azt már tudjuk, hogy Sramek Nándor az egyik alkotó miként vélekedik a film történetéről, viszont nagyon-nagyon fontos Váci Márk szerepe. Történészként azt hiszem a legnehezebb feladat volt az államalapítástól napjainkig kiválasztani azokat a személyiségeket, akik katonaként tettek hazánkért a különböző korokban. Kritikus pillanat volt, gondolom, a felkérés, de azt hiszem, hogy megérte, mert egy nagyon jó munka áll végül is itt előttünk. Hát így ebben a formában én még nem foglalkoztam ezzel a témával. Tehát az, hogy az államalapítástól napjainkig bemutatni Fehérvárnak a katonatörténetét, az egy nagyon nagy feladat. Rengeteg kutatómunkát igényel, és mindenképpen az volt a célom, az én személyes célom is, meg nyilván a szakmai cél, a stábnak a célja is, hogy kiemelkedő személyeket mutassunk be, akiknek a példáján a fehérvári katonaságot egyáltalán ugye be lehet mutatni. Tehát Szent Istvántól kezdődik a történet, és aztán folytatódik Szent Lászlóval. Ott van egy nagy ugrás, hiszen a török korig alapvetően nincsen olyan kiemelkedő személy, akiről mondjuk érdemes lenne hosszabban beszélni. Tehát a török kor után 1848-49-szel folytattuk a történetet, ugye a Pákos-Sukorói útközletet mindenképpen fontosnak tartottuk, illetve a kiemelkedő személyeket, jelesül Batthyány Lajos gróf miniszterelnököt, illetve Móga János altábornagyot, akik elhatározták, hogy egyáltalán ez a csata létrejön, valamint természetesen halászi felkelőket, akikkel kapcsolatban egyébként talán az egyik legérzelmesebb bejátszást található ebben a filmben, Hübner Andrásnak a búcsú levele a feleségéhez, amit egyébként Magony Imre jóvoltából most már körülbelül 20 éve olvashatunk a helytörténeti irodalomban. Én úgy gondolom, bár egyetlen egy alkalommal én ezt a 48-as sétának a legvégén felolvastam, hogy ez mindenképpen fontos volt, hogy bekerüljön egy ilyen filmbe, ami bárki számára elérhető, aki fontosnak tartja azt, hogy nem csak a 48-as márciusi események kiemelkedők, nem csak a dicsőséges tavaszi hadjárat 49 tavaszán, de 49 június-júliusa is Fehérvár vonatkozásában, hogy tudjuk, hogy egyáltalán kiknek állítottak emlékművet a Halesztligetben, miért fontos ez számunkra.
kiknek a nevét őrzik, ugye a Hübner András és a Gáncspál utcák, tehát ők voltak talán a legfontosabbak, hiszen róluk beszélünk a legkevesebbet alapvetően. És a jelenről mondom én, hiszen a jelen katonái mióta Székesfehérvárra települt az összhadonelmi parancsnokság, és előtte a különböző parancsnokságok, és ma pedig ugye a honvédség parancsnoksága, azt hiszem, hogy nagyon fontos katonai személyiség, és ennek példája Benkő Tibor karrierje, hiszen az első parancsnokként, az összhadonelmi parancsnokság parancsnokaként ma már a honvédelmi miniszter. De hogyan lehetett úgy bemutatni, hogy kellően szakmai legyen egyik oldalról, tehát ez a kihívás, a másik oldalról pedig mindenki számára elérthető, érthető ez a történet? Ami ebben a nagy feladat volt, bár én alapvetően ugye pont a Zsolttól azt a megbízást, feladatot, nem is tudom, hogy fogalmazzak, kaptam, hogy gyűjtsem össze az adatokat, és akkor ugye az Alkotógárdának a negyedik tagja, akit mindenképpen ki kell emelnünk, Óvári Edit volt az, aki ezt egy közérthető szöveggé varázsolta, aki egyébként a filmnek a forgatókönyvét is elkészítette, és hát ezeket a szövegeket csiszolta egészen addig, amíg nem mondtuk mind a négyen azt, hogy na ez így jó lesz. És abszolút közérthető, és én azt gondolom, hogy ebben a 30-35 percben talán nincs olyan mondat, amin fenn lehetne akadni. Lehet, hogy egy-két névtévesztés meg egyéb van, hát ez nyilván belefér, de alapvetően próbáltunk mindig az aktuális történettudományi álláspontra helyezkedni. Ha valami kérdés volt, vagy például Szent Istvánnak a születési helyével, vagy a koronázásával kapcsolatban, ott nem foglaltunk állást. Zsolt, mint a film narrátora elmondta, hogy vagy Esztergomban, vagy Székesfehérváron, vagy ekkor, vagy akkor. Tehát amit történelmi tényként tudtunk, azt nyilván rögzítettük ebben a filmben, amiről megoszlanak a vélemények, azt pedig igyekeztünk mindkét nézőpontból bemutatni. Ugye Sromek Nándor rendezőként és 3D-s animátorként mondta el, hogy mi minden történt, viszont azt nagyon is jól tudjuk, hogy Fülöp Zsolt és csapata nevéhez számtalan remek film fűződik. Ez is kihívás volt bizonyos értelemben, hiszen ahogy már Márk is elmondta, közérthetően kellett ezt, és ráadásul olyan szinten elmondani, mert hogy ez egy példa. Példa arra, hogy Székesfehérvár igenis megbecsüli a múltat. Én azt hiszem, hogy ez soha nem kellett jobban szerintem hazánknak és Székesfehérvárnak is. Mi volt az első gondolatod, amikor ezt a felkérést megkaptátok? Hiszen ahogy mondtam, már számos ilyen film készült részletekről. Hát nekem többes kötődésem van ez a témakörhöz. Magam is egy pár évig voltam katona, 25-ig, ha jól emlékszem, Székesfehérváron egyfolytában. A Kádár korszakon átívelő a mai korig a honvédségben részt vettem. Ismerem azokat a parancsnokokat, akikről a film végén beszélünk, személyesen is ismertem őket. Ez volt még egy érdekes momentum a mi csapatunk életében. Nem tudom, hogy emlékeztek rá, volt a Alba Regia Táncegyesületnek egy produkciója a Vörösmarty Színházban, a Mozdulatlan Legendák. Ennek a Mozdulatlan Legendáknak a háttérvetítését, a narrációját, az átkötő filmeket is mi csináltuk. Ugye Majoros Robi koreográfol. Így van, így van, és a Robival együtt működve csináltuk ezt az egészet, és amikor ez a felkérés megérkezett a Vatai Ferenc Bajtársi Egyesület részéről, akkor azt mondtam, hogy hát nyilván erre van valamiféle anyagi támogatás, de abból az anyagi támogatásból nagyjából egy slideshow-t lehetett volna csinálni, ezért aztán bedobtunk mindent, és időt, pénzt, fáradtságot nem kimélve olyan alkotást szerettünk volna létrehozni, ami méltó ehhez a témához. Azért említettem meg a Mozdulata Legendákat, mert ott is már valamiféle animációkat, érdekességeket szerettünk volna bemutatni, és itt hát Nándi ötlete alapján az a 3D-s múzeumlátogatás tulajdonképpen, ami a film, ez szerintem egy fantasztikus forma volt. Ahogy a Márk mondta, hogy nem is tudja, hogy én hogy mondtam neki, hát elmondtam az igényeinket, mert én előre láttam már, hogy ez hogyan fog megvalósulni. Edith már sokat dolgoztunk együtt, és tudja, hogy nagyjából mik az elvárásaim a forgatókönyvvel kapcsolatban. Nándival meg aztán 30 éve talán ismerjük egymást, talán annyi nem, de majdnem. És sokat ültünk a számítógép előtt, sok éjszakát végdolgoztunk. Végül is aztán a gyártás folyamata az úgy zajlott le, hogy Márk megcsinálta a történelmi tényeket, Edith leírta a szöveget, én a szöveget elmondtam,
És hát nyilván, hogy egy filmnél nem csak a beszéd, hanem nagyon fontos a zenék, az effektek összeválogatása, ezeket is én végeztem el. És amikor megszületett ez a hanganyag, és összeálltak azok a képek, szobrok, gyűjtött dokumentumok, térképek, amihez szükséges, az pedig Nándi gyúrta össze egy filmé, és szerintem jó sikerült. Egy kérdés mindkettőtökhöz. Fontos az alkotó számára egy film elkészítése során, hogy íve legyen a történetnek? Hogy egységes legyen teljes egészében? Hiszen azért itt történelmi korokon kellett áteveznetek. Érdekes volt, amikor mondjuk zenéket választasz egy kor alá. Nem a korzenéit választottuk oda, illetve én választottam. Nem a korzenéit választottuk, hanem a hangulatát. Amit a mai ember gondol arról a korról. István király kora szerintem egy zord volt. Az emberi életek nem volt akkora értéke, mint ahogy most mi értékeljük az emberi életet. A Szent Lászlón keresztül aztán eljutottunk oda, hogy a végső filmrész, ugye a mai katonák, azok hát a 90-es évek elejé zenei hangulatot próbáltuk belevinni ebbe, a Márk Jókat nevetett is rajta, de szerintem ez úgy stimmelt hozzá. Lett, próbáltuk ezen végigmenni. Tényleg az egy nagyon fontos elem volt a Hübner András levele, és az az érdekes, még az érzésem mindig a filmben, hogy a ma katonáival keveset foglalkoztunk, és sokkal többet foglalkoztunk a múlttal, de hiszen ahogy megyünk vissza a múlttal, egyre kevesebb az emberek ismerete, tehát ott részletesebben kell az ismereteket megadni. Ezen kívül még az is fontos volt számomra, hogy érzelmeket közvetítsünk. Hiszen ha a gyerek, aki tanul, a könyvben elolvassa, megnéz egy képet, nagyon nehezen tudja befogadni, vagy nehezebben tudja befogadni az ismeretanyagot, mint hogy egy audiovizuális sétán vesz részt, és érdekes momentumokat talál, vissza tud pörgetni izgalmas dolgokat, és sokkal könnyebb befogadja, megjegyzi, akár még az évszámokat is. Tanár úr? Igen. Hát ha Fehérvárt vesszük figyelembe, meg egyáltalán Fehérvárnak a történelmét, ugye mondjuk a város alapításától kezdve, akkor mondhatjuk azt, hogy Szent Istvántól szervezetten jelen van a katonaság napjainkban is szintén, tehát ez az íve, ez megvan a dolognak. Nyilván a történeti íve is megvan, ahogy Zsolt mondta, ugye a különböző koroknak a hangulatát, ugye a különböző zenék mutatják be. Az Árpád-kornak van egy külön zenei stílusa, következik a törökkor, ami természetesen megint csak más, aztán a 48-49-es időszak az ugye egyértelműen ez a huszáros, karcsörtetős, ágyúdörgéses, stb. És aztán hát ugye jön az első világháborúnak az időszak, ugye a katonanótáknak a dallamaival, meg természetesen a második világháború, ugye, és aztán jön a napjaink, amiről én elmondtam a filmbemutatón is, szerintem az egyik leggeniálisabb hangulatélem tényleg ez a 90-es évek tévés magazinjainak a szignáljait, meg a háttérzenéjét idézi vissza, és amit én akkor is elmondtam, és most is hangsúlyozok, meg szerintem mindig fogom, a filmmel kapcsolatban, hogy két olyan nagyon határozott pont van ebben a filmben, ami gyakorlatilag lezárja azt, ami eddig történt. Ugye ez egyik az a Hübner Andrásnak a búcsú levele. Hogy eddig, jó, hát mondjuk a Vatait meg a Varkocsot leszámítva, de azért ott is dicsőségről van szó alapvetően. Itt vértanúkról beszélünk. Tehát olyan emberekről, akik gerilla módon harcoltak a városért, és aztán elfogták őket, és kivégezték. Meg Batthyány Lajost is kivégezték. És a Hübnernek a búcsú levelével zárul egy nagy blokk. És aztán a másik ilyen meghatározó pillanat, ami vizuálisan is megjelenik, meg szövegben is, az a Smohai Feri bácsinak a halála, amikor a kimerevített portréját látjuk, és gyakorlatilag annak a múzeumi teremnek az ajtaja az bezárul, véget ér az ő élete, és véget ér a harmadik Szent István gyalogezrednek a története is az ő halálával. És utána, amit látunk, az meg már igazából a napjainknak a világa. Úgyhogy mindenképpen hiánypótló ez az alkotás. Megerősítést jelent számotokra a fokozott érdeklődés, hiszen a bemutató már megvolt, és úgy gondolom, hogy ez el fog jutni a középiskolákba, és általában Székesfehérváron mindenhova, aki érdeklődik a múlt iránt. Próbálunk a marketingre is hangsúlyt fektetni. Több intézményvezetővel beszéltem, akik ígéretet tettek arra, hogy nyilván ingyenes vetítésen bemutatják ezt, akár iskolásoknak, bármilyen korosztályt is beszélünk, akár nyugdíjas kluboknak, akár felnőtt közösségeknek, akik érdeklődnek a téma iránt.
Az időtartam és az információtartam olyanná teszi ezt a filmet, hogy mindenki számára könnyebb befogadható. Igen, szeretnénk, hogyha ez terjedne. Mark? Természetesen. Én úgy gondolom egyébként a filmbemutatón is azért megjelent például középiskolás csoport, megjelentek külsős érdeklődők, akik mondjuk nem a fehérvári egységeket képviselték, nem protokoll vendégek voltak elsősorban, meg nem az alkotók. Van rá érdeklődés, én is kaptam például e-mailes megkeresést, amit aztán rögtön Zsoltnak továbbítottam, hiszen ebben a szerepben mégiscsak ő az, aki vezeti ezt az egész csapatot, úgyhogy van már megkeresésünk azért több helyről. Magánszemélyektől is kaptam már kérdést, hogy hát ők lemaradtak róla, hol tudják majd megnézni. Lesz rá lehetőség természetesen több alkalommal is. Örömmel hallom, és ígérhetem, hogy beszámolunk mi is, hogy hol és mikor látható a Fehérvár katonái az Államalapítástól napjainkig című alkotás. Én pedig köszönöm szépen, és én bízom benne, hogy folytatjátok. Ez egyfajta misszió, nincs kétségem felőle. Köszönöm szépen, megtiszteltetek. Köszönjük mi is. Köszönjük. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Jótékonysági esttel folytatódott az Ugorj be most improvizációs színházi est. Az iGenerációt Egyesület programján a Vörösmarty Színház művészei Kis Diana Magdolna, Varga Gabriella, Tóth Ferenc és Kovács Tamás léptek fel. Az Értékmentők csapata az iGenerációért Egyesület rendezésében a Civil Központ Színház termében folytatta nyáron életre hívott Ugorj be most a Vörösmarty Színház művészeinek humoros, szatirikus alaphelyzetekre, rögtönzésekre és helyzetgyakorlatokra épülő négyszereplő színházi játékát. Az előadás előtt Varga Tamás országgyűlési képviselő és a fellépő színművészek emlékplakettet vehettek át az értékmentés terén végzett munkájuk elismeréseképpen. Az értékmentőkről szól a múlt hét, különböző programok voltak a hétvégén is, társadalmi felelősségvállalás, most egy jótékonysági előadásán járhatunk, lehetünk részesei az Ugorj be most kezdeményezésüknek, ami egy improvizációs játék négy nagyszerű színésszel. Köszönöm szépen az értékmentőknek, hogy fontos és értékes programokat szerveznek, és most az ukrajnai kárpátaljai menekülteknek ajánlják fel a befolyt bevétel a város adomány számlájára megy majd, mindig jó célokat támogatnak most is. Az est életre hívója Plecser Ádám és munkatársai ismét nagyot alkottak. A teltház megerősítést adhatott számokra, kell és érdemes a segíteni vágyokat meginvitálni egy ilyen kötetlen hangulatú színházi játék megtekintésére. Az improvizációban azt gondolom, hogy az igazán szuper. Egyrészt az, hogy fantasztikus színészeink vannak, akik ebben profik. Kettő pedig, hogy úgy tudunk humoros, minőségi, kulturális programot csinálni, hogy gyakorlatilag hát nagyon egyszerűen és nagyon-nagyon könnyedén, úgyhogy hát én azt mondom, hogy a siker receptje ebből a szempontból nagyon egyszerű, fog nagyon jó színészeket, adj a kezükbe jó kis jeleneteket, jó feladatokat, és utána pedig ők maguktól megoldják a varázslatot. Az esten a színház társulatából Kis Dia, Varga Gabi, Tóth Károly és Kovács Tamás mutatta be improvizációit, akik láthatóan lubickoltak szerepeikben, mosolygós, nevetős csodapillanatokat hozva a színházbarátoknak. Egy szigorú könyvtárosnak igyekszik egy szobaköltő elmesélni, hogy megírta a Himnusz 2.0-át, és szeretné, ha meghallgatná. De a könyvtáros ezt nem szeretné, mert hallotta már a költőtől a szózat 2.0. Ki lesz? Melyiket szeretné? Persze a poéta. Igen. Jaj, ne! Benne jöjjön! Bocsánatot kérek, hogy zavarom én csak, ugye a múltkori után, hát azt mondhatom, hogy megint odaraktam magam,
oda laktam magam, és hát a szózat után igazából én nem is mondom el a címét, hanem csak kíváncsi vagyok, hogy felismerje. Jó? Istenem, mit vétettem? Persze, halljunk! Vagy tudja mit? Először mondja el az előzőt, hogy jól emlékszem. Igazából, ja, hoztam magammal a puskát, és... Puskát? Hát maga írja a verseit, nem? Persze, csak én mindig lejegyzem, mert minden nap olyan 40-50-et írok, és igazából... nem tudna, igen, nagyon-nagyon termékeny, jó éven van. Azt gondolom, hogy improvizálni nagyon-nagyon nehéz, és azt is gondolom, ugye ismerjük ezt a formátumot a televízióból, beugró néven fut, csak hát ugye ez most élőben történik a színpadon, és ennek a műsornak nincs utómunkája, úgyhogy a közönség látja a mi szenvedésünket, kínlódásunkat, a rosszul sikerült jeleneteket is, és szerintem pont ez benne a gyönyörű, hogy be kell ismerni, hogy a közönség imádja, amikor a színészek szenvednek a színpadon, és talán még sokkal mulatságosabb tud lenni, mint maga a jól sikerült improvizáció. Én nagyon régóta csinálom, és nagyon szeretek improvizálni. Teljesen kiszámíthatatlan ez a műfaj, amit már kevésbé szeretek, mert én egy próbálni szerető ember vagyok, de olykor vadabb vizekre is kell evezni. Az est megerősítette az értékmentők és a kötetlen színpadi játék mesterei valódi értéket teremtettek, végérvényesen meghonosítva a színpadi játék kötetlen formáját városunkban. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!